A csapatok 3 napon belül induljanak északra. Az ellátmány összegyűjtése legalább 2 hetet vesz igénybe. Most nincs 2 hetünk. Észak nem eshet el. 3 nap. A nyugatföldeken állomásozó csapatok a folyami úton menjenek. Harroway nagyúr városán át megyünk Deresbe. Sir Jamie. Felség. Uraim, beszédem van a fivéremmel. Felség. Mit művelsz? Az északi útra készülünk. Északi útra. Te voltál mindig a legostobább Lannister. A Starkok és a Targaryenek összefogtak ellenünk, és te mellettük akarsz harcolni? Áruló vagy? Vagy csak fajankó? Megígérted, hogy együtt harcolunk a közös ellenséggel. Azt mondtam, amit kellett, házunk fennmaradásáért. Bízzak talán abban, aki megölte atyánkat. Katonáinkat küldjem az idegen söpredék mellett harcba. A sárkány királynőért. Láttad a saját szemeddel. Láttad, hogy az a halott meg akart ölni minket. És láttam, hogy elégett. Ha a sárkányok nem bírnak el velük, ha a dotrakik, a makulátlanok és az északiak nem bírnak el velük, hogyan bírnának el a mi katonáink? Ez nem a nagyházak harca, ez az élők és a holtak háborúja. Szándékomban áll az élők között maradni. Védje csak meg a Stark fiú és az ő királynője északot. Mi itt maradunk, ahol mindig is voltunk. Ígéretet tettem. A gyermekünk fogja uralni Westerost. A gyermekünk meg sem születhet, ha a holtak délre jönnek. A szörnyek léteznek. A mások, a sárkányok, a rikoltozó dotrakik. Az összes rémség, amivel gyermekként riogattak, létezik. Hát rajta. Öljék csak meg a rémek egymást. És amíg ők északon csatáznak, mi visszavesszük a földet, ami a miénk. És azután? Uralkodunk. Ha északon véget érnek a harcok, lesz egy győztes. Ezt ugye végig gondoltad? Ha a holtak győznek, megindulnak délre, és megölnek minket. Ha az élők nyernek, és mi elárultuk őket, délre vonulnak, és megölnek minket! A Targaryenek és a Starkok most is meg akarnak ölni. A többségük északon pusztul. Ha a harcmezőn szembe kerülünk, nem győzhetünk, nem győzhetjük le a sárkányokat. Hányat láttál a sárkányveremben? 2. Mi történt a 3.-kal? Ki tudja, talán a hajókat védte. A leány a sárkányaival jött, a dotrakikkal és a makulátlanokkal. Eljött, hogy megmutassa az erejét. Nem, valami történt. A sárkány sebezhető. Nem győzhetjük le a dotrakikat, kevesen vagyunk, és más házak támogatását nem várhatjuk. Sokkal jobbra számíthatunk, a vasbank mellettünk áll. Jobban kellett volna figyelned, amikor atyánk az arany fontosságáról beszélt. De az téged untatott. Te csak vadászni akartál, lovagolni, harcolni. De én figyeltem, én tanultam. Égi kertnek hála, megvehetjük ezt az legerősebb seregét. Az aranykompániát. 20 000 ember, lovak és elefántok, ha jól tudom. Az aranykompánia nincs itt, Essosban van. Mégis, hogyan segíthetne Essosból nekünk egy zsoldos hadsereg? Komolyan azt hiszed, hogy Euron Greyjoy megijedt és visszahajózott a Vas-szigetekre? Hogy lemondott róla, hogy feleségül vegyen egy királynőt? Engem senki sem hagyhat cserben. Most Essos felé hajózik, ő hozza el a hajóin az aranykompániát, hogy megnyerhessük a Westeroszi háborút. Összefogtál Euron Greyjoy-jal, anélkül, hogy bevontál volna engem, a hadsereg parancsnokát. Te Tyrionnal szövetkeztél, aki megölte atyánkat, és nem avattad be a királynődet. Nem szövetkeztem vele. Titokban találkoztál vele, a beleegyezésem nélkül. Az ellenségeim érdekeit szolgáltad, ezt jelenti a szövetkezés. Megígértem, hogy északra megyek. Az ígéretemet be fogom tartani. Az már árulás lesz. Árulás? Megtagadod a parancsot, átállsz az ellenséghez. Ezt minek hívod? Mit számít már, hogy minek hívjuk?